30 településről több mint 130 pedagógus regisztrált az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete által szervezett konferenciára, melyet november 17-én tartottak meg a Kiskürösi Egymiben. A program a miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és az alapkezelő támogatásával valósult meg. A konferenciát az Egymi diákjainak műsora nyitotta meg. Kétféle műsorral is készülünk, az egyik, hogy alakult egy tánccsoportunk, akik most debütálnak először, a másik pedig az egyik diákunk fog egy Petőfi Sándor verset elmondani, úgy gondolom, hogy ezzel is kapcsolódva a Petőfi 200 emlékévhez, ami egyébként városi program is. Az egésznapos konferencia délelőttje előadásokkal, a délután pedig műhelymunkával telt. Két részből áll maga a konferencia, egy plenáris délelőtti részből és egy műhelymunkás délutáni részből. A plenáris előadásokra vendégül hívtuk professzor dr. Pukánszky Bélát, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárát, aki a gyógypedagógus képzés jelenkori kihívásairól beszél majd. Ezt követően dr. Szikora Ágnes, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője, a pedagógus életpályamodellről tart előadást, és a délelőtti etap első szakaszát pedig Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, a Károli Gáspár Egyetem címzetes egyetemi tanár előadásra fogja zárni, aki a régi, jól bevált olvasástanítási, helyesírástanítási módszerekről tart előadást. Dr. Káplár Mátyás, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője a változás kezelésről és az értékteremtő attitűd pszichológiai vonatkozásairól, Ecser Mónika gyógypedagógus, autizmussal élő gyermekek a köznevelésben címmel tartott előadást. A plenáris ülést Ványi Lászlóné, a Cázár András Egymi intézmény vezetője zárta. A délutáni műhely munkákat pedig az Egymi által ellátott feladatokra építettük fel, az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés, a fejlesztő nevelés oktatás, a szakiskolai nevelés és az utazó gyógypedagógiai feladatellátás területein fognak a kollégák az Egymik részt venni, és ott fognak megosztani intézményi jó gyakorlatokat. A rendezvény célja az volt, hogy országos szinten szakmai tapasztalatokat osszanak meg egymással a pedagógusok, valamint tájékoztassák a gyógypedagógusokat azokról az új kutatási eredményekről, azokról a jó gyakorlatokról, változásokról, amelyeket a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.